Az Európa-bajnokság előtti utolsó simításokat végzi az NVSC Tiszavasvári úti pályáján Szikszai Róbert, aki a kánikula ellenére is szorgalmasan dobálja a diszkosz klubtársával Káplár Jánossal egyetemben. Kerekes László tanítványa az idén 64 méter 37 cm-ig jutott, megnyerte az országos bajnokságot az olimpiai ezüstérmes kővágó Zoltán előtt, és elmondása szerint jó formában várja élete harmadik felnőtt Európa-bajnokságát, amelyen a döntőbe jutás a cél számára. Elmentünk edzőtáborozni Tatára, nagyon jól sikerült. Ilyenkor már nem az edzéseken van a hangsúly, inkább azon, hogy pihenjek, technikailag összetegyük a mozgást, és kipihentenire kezdek az EB-re. Én úgy gondolom, hogy egy 63 méteres eredménnyel a saját edzőben be lehet kerülni a döntőbe, ez lenne a fő cél. Berlinben közel 30 diszkoszvető lép majd dobókörbe, közülük a legjobb 12 jut a döntőbe. Kerekes mester szerint nehéz, de nem megoldhatatlan feladat a fináléba kerülés Szikszai Róbert számára. Azt a munkát elvégeztük, amit el kellett. Nyugodtan az túlzás, hogy várom, de az biztos, hogy a legjobb állapotban fogunk kiutazni az Európa-bajnokságra, hogy ott mit fogunk tudni elérni, az a pillanatnyi, ugye, helyzetől fog függni, tehát gondolok az időjárásra, a közérzetre, stb., de minden esetre a csúcsformát most időzítettük. A mezőny óriási, tehát nagyon komoly eredmények, többen is dobtak már 69 méter felett, többek között most is a Danielsztó 69 mellett. Nagyon, tehát több atletikai számba visszaestek az eredmények, de a diszkoszvetés érdekes módon nem, úgyhogy nem lesz könnyű dolgunk. Szikszai ebben a szezonban Szentpöltenben és Amszterdamban is nyert nemzetközi versenyt, és a székesfehérvári gyulai emlékversenyen a világ legjobbjai ellen sem vallott szégyent a nyíregyházi atléta, aki egyre inkább otthon érzi magát a felnőtt mezőnyben. Évelején már ez volt a tervünk, hogy ilyen mezőnybe tudjak versenyezni. Gyakorlatilag hétről hétre a mezőnyben fogok versenyezni, ami vár ránk majd most is az EB-n. Ez, hogy ezt a 62-63 métert már majdnem mindenhol meg tudtam dobni, ez azért nagyon bizalmat ad arra, hogy az EB-n is sikerülni fog. A férfi diszkoszvetés selejtezőjét az Európa-bajnokság nyitónapján augusztus 7-én kedden rendezik Berlinben. A döntőbe jutó 12 versenyző másnap lép ismét dobókörbe.